Kapaszkodjatok, mert be fogok köszönni, tudjátok, azt az meg néha szokott fájni. Jó! Reggel Rietál Bidó csatornán képeri jelentkezik a következő. Nem a következő, hanem a legelső Model SnowRunnerrel, és milyen furcsa ezt kimondani, mert kettő dolog is felvetődik bennem. Például, amikor legelőször kimondtam, hogy Keeper jelentkezik a legelső Model Sprinters, és nem gondoltam volna, hogy évekig tartó sorozat legelső példányát veszem éppen fel, és azután gyakorlatilag több száz olyan videó lesz, hogy Model Sprinters, és most itt vagyunk SnowRunnerben, és kimondtam, hogy a legelső Model SnowRunner részt veszük fel. Egyébként azért veszem fel ezt a videót, meg azért vettem meg a játékot, mert eddig egyébként nem volt meg nekem, mert csináltam egy olyan videót, ugye, hogy milyen videókat néznétek szívesen a csatornán, és rengeteg SnowRunner komment érkezett, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor meghajlok az akaratotok előtt, és veressük, és milyen gépet is hoztam volna magammal a legelső Model SnowRunnerben, mint az egyik kedvenc traktoromat. Édes apám, amiben gyakorlatilag éjfrizeteket ült le és dolgozott, egy kiskabinos 82-es MTZ-t, ami nem teljesen igaz, mert igazából ez egy modpack, és több MTZ is van benne. Mindjárt megmutatom nektek, srácok, hogy milyenek is vannak nálunk. Csak azokat a gépeket hagytam itt a storage-be, és meg is mutatom nektek, hogy milyen van. Ugye van a piros 82-es, amelyik ugye a 80-as és 82-es között, akik nem nagyon vágják, mondanám, hogy a 80-as és a 82-es között annyi különbség van, hogy melső hajtása is van ugye a 82-esnek. Mind a kettő ugye a 80, az a 80 lóerőre akar utalni, a 2-es szám az azt jelenti az MTZ-nél, hogyha utána van rakva a teljesítménynek, hogy melső hajtás is van. De nézzük tovább. Kék 82-es MTZ, ugye a kék és a piros között a különbség az, hogy ugye a kékek azok az orosz belpiacra, vagyis éppen a szovjet belpiacra készültek, szóval nem exportra. A pirosok azok az exportált példányokat festették pirosra gyakorlatilag, és nálunk is azért elterjedt a piros verzió, mert ugye exportálták őket. Egyébként ezek kívül még van a barna MTZ. A barna MTZ-k, ha jól tudom, akkor ugye egy másik országba készült, nem Szovjetunióba, vagy nem Oroszországba készült MTZ-k, hanem esetleg más KGST országba kihelyezett gyárba készültek el. De javítsatok ki, hogyha nem így van. Egyébként van kék 80-as MTZ, itt láthatjátok, hogy ugye nincs melső hajtása, gyakorlatilag az első kerék az irányított, azért is látható rajta, hogy a gumi mintázat más, mivel ugye ennek nem kell kapaszkodni a... És ugye van kék, piros 80-as, és kék 82-es, és piros 82-es, mindenképp a piros 82-es preferálnám kipróbálásra, úgyhogy gyerekek, szerintem ki is fogunk menni, és meg fogjuk nézni, ki fogjuk próbálni, jó kis orosz területen, ami azért elég jól hasonlít is a csodás kis Magyarországunkra. Jó, gyerekek. Először is mindjárt megnézzük a modot. Egy kicsit lehet, hogy annyit csinál a képer, hogy az audión egy picit vesz le, főleg a zenéből, meg hogy ne legyen olyan rettentő hangos. Bár Bannika múltkor megjegyezte, hogy nem volt olyan játék szerintem, amit én nem ordítottam volna túl, és mindig ettől rettegek. Jó, srácok. Akkor igen, tök jól néz ki. Várjatok, egy dolgot elfelejtett a keeper, úgyhogy azt vissza meg is fogom csinálni, mert méne. Igen, valamit elfelejtettem, gyerekek, valamit elfelejtettem. Szeretném kipróbálni, hogy milyen lehetőségek vannak, de várjátok, először akkor ma nézzük meg, hogy néz ki. Ja, hát tipikus 82-es kiskabinos. A textúrázottsága az talán nem is a leggyönyörűbb, bár a... Igen. Látni szépen az adagolót, az olajszűrőt. Nézzük meg a belsejét, mondjuk arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az mennyire kidolgozott. Tök jól néz ki. Szuper, ilyen tipikus traktoros kéz, ugye? Az már gyárilag benne a játékban. Na ugye ott volt, Farming Simulatorban beszéltünk pont arról, hogy ugye ott baloldalt alul azok a biztosítékok rejtőznek a kék és a piros lapka alatt. Ez akar lenni talán a dúsító itt mellette, szivató talán más néven.
ugye, ha jól emlékszem, a kulcs az csak a gyújtást tudtad ráadni vele, és ott a kormány bal oldalán lévő nyomógombbal indítottál, meg amit nem látunk. Amit nem látunk, az ugye van itt ilyen... De nézzétek meg azt az irányjelző kapcsolót. Nézzétek meg azt, ott az irányjelző kapcsolót. Na, itt az ergonómia ebben a 82-es MTZ-ben gyakorlatilag nem létezett, mert semmilyen körülmények között nem állt kézre. Sajnos lejjebb nem tudom vinni ugye a kamerát, de elég autentikusnak tűnik az egész. Nagyon kíváncsi lettem volna a pedálsorra, az összeakasztható fékpedálok, hogy működnek-e, hogy is megvannak-e. Jó néz ki, én azt mondom. Ugye innen ki tudunk hajolni. Mi az, ami még... Az ablaktörlő, ugye? Belső ablaktörlő volt, ami gyakorlatilag egy darab kapcsoló van. És akkor úgy működteted. Ja, jó néz ki, tök tetszik. Jó néz ki. Azt szerintem nem széria tartozik a ventilátor, legalábbis én erre nem emlékszek egyáltalán. A műszerezettsége tök jól meg van csinálva, tök igényes, szépen néz ki az egész. Nem tudom, hogy valós működnek-e a műszerek. De úgy látom működik, a kilométer óra, vagy nem is tudom, inkább talán... Nem is kilométer óra, hanem üzemóra mérő is tök jól működik. Mindjárt bemegyünk a garázsba, most megnézzük, hogy miket lehet rajt módosítani. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Na, engine-be... Gyakorlatilag... Ennyi. Gearboxba kettő fajta van. Lengés csillapító basztok van természetesen. Ugye lengés csillapító az gyakorlatilag... A lengés csillapító szerepét leginkább a gumi tölti be. Meg ugye az első futóműbe van egy ilyen kettő spirál rugó, ami működik. Na, a kerekekre meg a gumikra vagyok leginkább kíváncsi, hogy milyen lehetőségek vannak. Aha. Az úgy látom, hogy az első felnit cseréli le. De az első felnit, én erre abszolút nem is emlékszem. Erre az első felnire. Ugye erre a felnire nagyon emlékszem, ez a pontos nevét hadd ne mondjam meg. De ugye az a lényeg, hogy egy ilyen teljesen szétszedhető, átforgatható, egy csomó féleképpen valiárható felni. Amivel ugye azért ilyen, mert gyakorlatilag a nyomtávot tudod egy csomó fajta módon módosítani. Ezt nem tudom, ezt soha nem láttam szerintem. Mint hogyha valami pótkocsikra láttam volna felszerelve ezt a fajta felét, de javítsatok ki. Aha. Másfajta gumi, úgy látom. Igen, másfajta gumi. Nagyobb mintázatú. Itt meg a hátsó kerék változik, nézzétek ki van fordítva. Mondjuk egy kifordított hátsó kereket azért lehet, hogy vennék rá, sőt veszünk is rá. Ó, és mi van? És chained. És meg tudod, és chained wheel. Nem olyan túl sok variáció van. Előre berakom ezeket a nagyon rücskös kerekeket. És szerintem, mi van még? Frame-be, lehet rárakni tolólapot, és lehet rárakni orsúlyt. Hát szerintem az orsúlyt azt így föl kellene rápattintani, ha már egyszer, nem? És akkor vigyük ki így, azt nézzük valami pótkocsit, aztán próbáljunk meg egy kicsit az offroadon. Nagyon kíváncsi vagyok a fizikájára, hogy mégis mennyire működik frankon ez az egész. Halljátok, hány óra van? Skippeljünk egy időt. Egyébként délutánra. Oké. Nézzünk egy alacsonyabb váltósebességet. Oké. Így nappal egy kicsit többet látni belőle. De jól néz ki. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog teljesíteni offroad körülmények között. Egyébként én már itt hoztam elő egy portkocsit, egy autentikus portkocsit hozzá, de nézzünk egy másikat is. Megmondom őszintén, egyébként nem vagyok egy nagy SnowRunner virtuóz. Nem nagyon játszottam a játékkal, talán egy ilyen szó szerint egy pár órán van benne. Úgyhogy majd meg kell nézzünk, hogy végül is. Ó, gyerekek, ez tök jól néz ki, ez tök jól néz ki. Aha. Utility. Ez ilyen utility, meg még ráadásul ugye üzemanyag.
Aha, ez tök jó. Ó, gyerekek, ez nagyon autentikus, ez nagyon autentikus. Ujj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 
megpróbálnom. Oké, okay. Meg jó autentikus tényleg, szuper jó. Na, csapjuk neki. Ugye most manuális váltót használok. Megyünk egy felső fokozatba. Menjünk egy kis belső életet, nézzük meg, hogy mégis ez. Nem, szerintem egyébként a belső részlet az kellemes. Szóval leginkább amire kíváncsi vagyok tényleg az off-road. És ezt ugye leginkább külső részletbe tudod megnézni. Nagyon nem akarok száguldozni vele még egyelőre. Egy MTZ-vel nem azt szoktak általában. De menjünk bele a sárba, gyerekek, ne vicceljetek, berakom autóvatába, azt majd nézzük, hogy mégis mit tud kezdeni, hoppá, hoppá. Összkerék egyelőre nincs bekapcsolva, tehát mint a 80-as MTZ úgy működik. Hát láthatóan nem is nagyon túl jó neki. Rakjunk egy összkereket. Ugye egyébként Fotel szoktam mesélni, hogy teljesítménybe, vagyis szoktam mondani, hogy teljesítményben 80-as vagy 82-es között ugye nincs nagy különbség, sőt nincs különbség, mind a kettő 80 lóerő. Viszont rettenetesen sokat tud jelenteni a mellső hajtás. Főleg egy olyan szituációban, amikor kanyarodni is kell normálisan a traktorral, mert hogyha ugye 80-as MTZ-vel vagy egy olyan szituációban, amikor szépen keresztbe kormányzott keréknél, főleg hogyha el is emelkedik egy kicsit az eleje, akkor jó, hogyha az eleje is tud húzni, mivel akkor jobban, sokkal fordulékonyabb tud lenni. Meg hát azért nem mindegy, hogy négy kerékhajt vagy. Négy kerékhajt vagy pedig kettő. Nem tudom, hogy itt valahol fel tudnék menni. Lockstation. A Lockstation-nél szerintem fel tudnék venni valami fákat, és akkor meg kellene nézni, hogy mégis terhelve mennyit tud elvinni. Azt nem tudja. Nem, ezt nem tudja sajnos szállítani. Ahogy látom, manuál pakolási lehetőség volt. De hát az meg nem nagyon. Nem nagyon működne. Hát el kellene menni egy offroad részre. Aztán végig is megkirozni. Vannak azért itt csúgya vidékek. Ugye ellen a mapon. Nézzük meg, valamerre el kellene vennünk. Mondjuk, tűzzünk ki magunknak egy célt. És mondjuk akkor csinálhatnák azt is, hogy megpróbáljuk felszabadítani mondjuk ezt a Watchtower-t. Oké, okay, gyerekek? Nagyjából, hogy megkitűztük magunknak. És akkor legyen, ne csak céltoronok legyünk, hanem legyen valamilyen challenge is. Egyébként ennyi erővel hozhattam volna magamnak. A kamerával nem vagyok kibékülve, én itt állítottam sajnos a kamerán, ami nem biztos, hogy nekem jó lett. Mert jó ötlet volt. Igen. Igen, beállításokat át kell néznem. Na, akkor kitűztünk magunknak egy célt. 1069 méterre van. Jó, csapassuk a portkocsit, mindenképp elviszük, mert igazából ugye autentikus. Azt nézem, hogy csak ez az alsó csatoló felület van a traktoron. Tehát nincs az a középső, nem is tudom minek nevezett csatoló. Kicsit összeszeretlen vagyok. Meg vagyok egy kicsit illetődve, megmondom őszintén, mert snowrunnerezni nagyon nem szoktam. Közben ilyen túltippek így felugranak.
Jó, hát akkor menjünk, azt próbálkozzunk eljutni A-ból B-be. Úristen, gyerekek, egyébként ez nem biztos, hogy nekünk jó lesz. Már nem biztos, hogy könnyű lesz. Egy minimapot még mindig sajnálom, hogy itt nem elérhető. Ezt meg át fogunk tudni menni? Mi erre? Arra kellene felmenni balra, ugye? Fel kellene szabadítani azt a... Úristen, mondjuk ez itt elég sárosnak tűnik. De mondjuk egy NPC-t csak el tudjuk boldogulni, nem? Bár aztán nem biztos. Nem tudom, hogy ez mennyire jó, ez a gép. Meg mennyire... fog megfelelőképpen működni. Viszont, hogy baró jól néz ki az egész, főleg a sár, az kétségtelen. Ugye rengeteget spintájól szoztam. Ha ahhoz kellene hasonlítanom a játékot, meg a sarat, hát ez jóval élethűbb. Meg leginkább az furcsa, hogy ugye sokkal szebb a grafika, tehát a sár is az ilyen nedvesnek néz ki. Így visszagondolva, spintájhoz be a sár, mint hogyha nem volna elég nedves. Nem volt ez a csillogó hatása. Jól néz ki, jajjaj. És milyen, micsoda traktorosunk van. Ugye említettem, elég jól vagyunk. Ahogy említettem ugye, hogy a faterom, édesapám az egy ilyen gépen dolgozott, én meg gyakorlatilag egy ilyen gépben nőttem fel. Úgyhogy nekem ez mindig a szívem csücske marad. Mindig így gondoltam arra, hogy ha egyszer sok pénzem lesz, csak hobbi célra veszek egy 82-es MTZ-t. Ezt azzal járok a boltba, vagy nem tudom, vagy néha kimegyek vele ilyen offroadra. De tényleg nagyon furcsa. Múltkor azt említettem egy másik videómban, hogy a céghez, ahol dolgozok, bejött egy... Igaz, hogy az egy 80-es MTZ volt, de ahogy meghallottam a hangját, az már egy ilyen... Nem is tudom, tényleg olyan volt, mintha valaki így visszatérne a hálószobájába. Úristen, oda nézzetek, ott egy jármű. Egyébként élném ezt, élnék ebből egy sorozatot. Jobban is megtanulnánk, lehet, hogy nem is egy modolt sorozattal kellett volna kezdeni, hanem végig kellett volna rántani. Nem tudom, hogy fizikai hatása van-e az orsúlynak ebben a játékban, hogy én ezt felraktam, azt a betyár, gyerekek. Egyébként én úgy gondolom, hogy ez az MTZ, ez így elég jó terepjáró képességekkel van megáldva. Nem tűnik rossznak, de most meg ilyen erdőbe beszabadultam, tök jó. Ja, és a mapon ilyen különböző feladatok érhetők el. Egyébként a nagyobb snowrunnersek, akik nagyon vágják a játékot, azok írjanak, hogy mégis, ha itt valami, valószínűleg így kisiklod valaki, vagy valami hasonló. És ezt meg tudom nézni, ugye? Nagyon tök jó. Mondjuk ez a környezet, ez pont jó egyébként egy MTZ-nek, ilyen erdős. Megyünk fáján fát szedni téma, ugye? Jó, de jó, itt már ki végre, gyerekek! Meg kellene javítani, hát nem fogjuk megjavítani, mert nem hoztunk olyat. Úgy gyerekek, ez egy ilyen nagyon hosszadalmas játék, mert elkecsegtet ez a játék, gondolom. Mivel elég sok ilyen task van, amit meg lehetne csinálnunk. Egy kicsit meredek volt. Szóval maga a környék az tényleg rettető autentikus ennek a gépnek. De jó, hogyha ennyire hajlanak a különböző dolgok. Spintiles-ben ugye nagy probléma volt, hogy gyakorlatilag a legkisebb csemetén kívül nagyon nem tudták ki törni fát. Itt elképzelhetőleg tartom, hogy még a nagyobb fák is megfelelő géppel kitörhetők, meg roncsolhatók. Úristen, az még mindig fölfele mutat, hogy arra kell mennem, akkor valahol fel fogunk jutni. De lehet, hogy az úton jöttem volna, az jó lett volna. Viszont egész kellemes ez az erdő, mármint ilyen használható, nem olyan rohadt sűrű. Ajaj, portkocsi gyerekek.
Persze. Forgózsámolja a sátolatás, az nagyon biztos menni fog. Ajaj. Nem ugrik el onnan? Itt is el tudnám ásni magam? Mondjuk az ereje... Úr, jó néz ki a... Úristen, jó néz ki. Úristen, de jó néz ki egyébként ez az MTZ. Meg főleg, ahogy szétrúgja mindenhol, még ugye keményebb talajt is gyakorlatilag szét tudod rúgatni. Meg, meg ahogy ketyeg, nagyon tök jó. Na, haladjunk tovább. Valami cél érdekével. Tényleg jobban tettem volna, hogy az úton megyek. Nézzük már egy belső adatot. Jézus Úristen. Így még egy kicsit félelmetesebb. És azt vettem észre egyébként, hogy jobb oldalon látod csak az első kereket, a bal oldalt. Mármint ott a kis ablakon. Bal oldalt le van fedve. És ugye pont erről beszéltünk, hogy ugye miért is vannak jobb oldalra elhelyezve inkább a kormányok a traktorokon. Na, visszatértünk az útra. Úristen, srácok, itt is van egy izé, itt is van egy küldetés, elvileg ki kellene rángatnunk azt a gépet. Gyerekek, hát próbáljuk már meg. Ilyen küldetéseket is ugye fölvehetnék, valószínű, hogy az kell, hogy abból a sárból kiszedni. Addig lekapcsoltam a... Jaj, az egy UAZ! Az egy UAZ! De jó, bazzek, komolyan mondom, imádom. Oké, vállaljuk el. Csak annyi, hogy ki kell... El kell vinni még a Railway Stationre, tehát el kell vinni a vasútállomásra. Oké. Okay. Start tracking. Igen, és akkor ilyenkor meg is jelöli a spova. Start trackingünk. Ja, hogy oda kell vinni. Úristen, ez tök jó. Egyébként ide egy darut most például hoznál, akkor az a tök jó el lehetne lenni, nem? Na, próbáljuk meg az MTZ-vel kimenteni. Ez nagyon-nagyon élném azt a játékot, gyerek. Egy csomó küldetésvel ugye nem csak adja, hogy fát szállítasz, ez viszont nagyon-nagyon adja. Viszont mekkora füst vagy, nagyon nem kéne belemennem ebbe a sárba. Úristen, de hogy süllyed? Oda néz! Látok, mozduljunk ki innen, mert baj lesz. Á, nagyon durva! Nagyon élem. Ne! Halló? Ne! Mekkora sár? Jó, oké. Megpróbáljuk kiúzni. Jó. Ne, jön ez. És akkor ezt el kellene vinnem nekem. Közelebb kéne húznom magamhoz. Becsörlőzni. De milyen jól néz ki a drótkötél is már. El kellene vinnem a vasútállomáshoz. Vigyük már el. Jaj, de jó! Egy mentés. És itt találod ilyen random helyen a különböző feladatokat, és ugye ezen pénzt tudsz keresni. Néztem egyébként Steamen a kritikát a játékról, jobban mondva ugye az ilyen hozzászólásokat. És nagyon, nagyon sok, 90%-a kb. Jó volt, és néhányan írták, hogy pont azt rótták fel neki, hogy a küldetések nagyon repetitívak, tehát azon kívül, hogy szállítani kell, meg kimenteni dolgokat, meg hasonlók, nem nagyon sok minden van, mert hát gyerekek, akkor a spintálja azt, hogy mit szóltak volna ezek az emberek. Úristen, kezd este lenni. Kezd este lenni, srácok. Jó, hát ez szerintem egyébként teljesen könnyen teljesíthető, úgy érzem. Ilyenkor mutatja elvileg, hogy igen, oda kell vinni, ugye? Oda kell vinnünk. Meg is jelenem magamnak. Vajátok egyébként lehet, hogy látnám ugye az útat is. Ezt törölni kellene, hogy kell? Így. Jó, oké. Jaj, de jó. Egyébként a játék tök kézrán, viszont kellene kapcsolnunk egy ref lámpát. Nem pörgetek az időben, hanem menjünk. Akkor az UAZ-t ezt leszállítjuk. Ide tényleg egy darús kocsival eljössz, és akkor így föl tudnád rakni még egy platóra is, ami tök jó. Na. Itt meg valami ízeig van a méhészet. Ú, az mentés.
küldetése. Hú, ezt tényleg nem egyébként. Lehet, hogy úgy kellene csinálni csak modorgépekkel, ilyen nagyon autentikus modorgépekkel csinálni a küldetéseket. Jaj, de mondjuk mindig is szerettem az ilyen mod kipróbálós részeket. Nagyon elszoktam tőle, hogy most egy kicsit olyan megilletődött vagyok. Meg kéne nézni, hogy merre van a dolga. Ja, itt végig kell menni a szerepre. Ezen az úton végig megyünk. Ja, akkor mit szóltak volna, hogyha azt mondják, hogy ez a játék repetitív küldetésekkel van megállva, egy szfintályhoz az, amiben gyakorlatilag semmi más nem csinált, tehát csak fix pontból vitték fix mennyiségű fákat, tehát ott semmilyen variációs lehetőség nem volt. Első nézetet akarok! Oké. Okay. Olyaj, mi ez, vagy ez híd? Ne cseszél ki velem, figyeld ma! Ez a híd. Á, ez külső nézetben egyébként, ez a játék az, amit külső nézetben kell nézni, mert annyira beteg látni, hogy éppen mi történik a gépekkel. Ajaj, meg is akadt. Megakadt az uvazunk, gyerekek, megakadt az uvazunk. Nem tudnék átkelni én ezen a folyón? Hát próbáljuk meg, mert ez nem jó nekünk, hogy itt szemberülünk. Ez még sötétben is jól néz ki. Jaj, de jól néz ki ez a játék, tök jó! Hát minek nekünk híd? Orosz géppel, orosz vassal vagyunk, ne vicceljél. Viszi mind az őrüt. Jaj. Ja, ó, úristen, majdnem felborultam. Mindig speed dials-be fel szoktam borulni, most még azt hiányozom, hogy itt is felboruljak. Merre kell itt menni? Várjál van, most megint elcseszem. Meg kell szoknom, mert ugye F1-jel működött eddig. Figyeljetek, itt viszont érdemes lenne, lehet átmennem oda. Az út a másik útra, úgyhogy elmegyünk arra. Már megint kezdődik, hogy menjünk át a másik útra, azt itt lesznek a bajok, mi? Ja, teljesen vagy a Spintaros-tól eltér az irányítás, például nem az F1-jel éred el a mapot. Ez egy kicsit szokatlan. Te fiú! Ajaj. Most ugye nem vesz, ugye nem az a baj, az U az akadt el valami nagy ágba vagy mibe. Ugye megrántjuk izomból. Nem nagyon akar. Ajaj. Ott van egy ilyen ág. Hát akkor ilyenkor van az, hogy ugye R betű. Meg kell húznunk másfele. Ugye föltoltok ide. Ampézével visz, az U azt ki kell vette a gyerekek, oké. Okay. Elvileg várjál, fölköt automatikusan. Aha, automatikusan tudsz az FF vincselni. Nem kell neked rá nyomni. Mi van? Ennyire el vagyunk akadva? Mi történik? Úristen, most így keresztbe fogom végigrángatni. Igazából, gondolom nem számít neki, csak az a lényeg, hogy érjük körül. Nem hiszel el, keresztbe! Na jó, menjünk. Nem tudom, bazza, hol vagyok? És tényleg keresztbe, a hülye. Na jó, most bát a nyerősbe. Gyerekek, menjünk bele egy ilyen nagyobb mocsárba, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Viszont szívesen átlépnem az időt, mert egy kicsit zavaró ez. Ja, még csak 20 óra van, és már sötét van. Legyen délután. Na, hát azért így jobban élvezhető. Na, itt bemegyünk ebbe a marha nagy mocsárba, kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Az a kamera egy kicsit vadító. Ó, és a kövek. A kövek azok fizikával vannak megáldva. Egység, még jó, hogy felraktam a dupla kereket? Nem is raktam fel a dupla, olyan ízért nem a dupla kereket, hanem a kifordított kereket. Még az lehet, hogy jót tett volna nekünk.
Belemegyek egy ilyen durvább környezetbe. Itt valami mocsár van, itt keresztben megpróbálunk átkelni rajt. Hát ez lehet, hogy nem kell. Lehet, hogy nem kellene keresztbe húznom ezt a valamit. Várjál, az elejét. Oké. Ezt akkor legalább talán gurul. Bementünk a nárosba, gyerekek. Ó, srácok. De nagyon meg van csinálva a nádas is, hogy ilyen, tényleg ilyen víz van közötte. Meg rettenetesen mély. Jó, átmegyünk a nádason. Ne viccelj, MTZ-ben csak átmész a nádason. Hogy nem. Amúgy simán elmenne szerintem. Szólóba, csak ez az uvaz, ez egyébként olyan szinten betűzött be a sárba mindig, hogy az őrület. Majd próbáljuk már meg a... Berakjuk a legalacsonyabb fokozatba, hát nem nagyon használt neki. Kettes, hármas. Jó gyerekek, ez nagyon beállt. Nagyon beállt, jaj! Menjünk már, menjünk már, menjünk már ki innen. Lehet, hogy nem csak a... Lehet, hogy nem csak az UAZ-zal nem fogunk sehol jutni, hanem mi se lassan ma. Azért ebben lehet, hogy nem kellett volna bejönni, vagy lehet, hogy a szélén kéne menni. Az a baj az UAZ. Szerintem ez belefúródott keményen a sárba. Megpróbálok egy kicsit balra. Még egy kicsit balra kellene esetleg a szélébe ott elmenni, mert ott... Gyerekek, épp hogy beleértünk ebbe a nádasba, azt úgy megfeleklettük, mint a szar. Ide valami extrém gép kellene. Na, itt a szélébe. Az jó lesz! Az jó lesz! Szenvedj ki magad már innen, ne? Jó vagyunk, oké. Okay. De én akkor is akarok mocsárat, ja, jaj, neki rölt fallod. Az még most hiányzott. Menjünk itt a mocsár szélébe, ott van valami izé, onnan nézzetek. Valami... alkatrész, jaj, nem már ott egy izé, mi az, lada? Jó, most meg se állok, gyerekek, mert ugye most csak ez a mod teszt megy. Valami vasútnál vagyunk, édes Istenem, hova kerültünk? Mondjuk a vasút az azt jelenti általában, hogy az a vasút állomáshoz vezet, úgyhogy a követ is húzzuk, jó van. Ok, jaj, na, sikerült. Jó, azt hittem felborítottam, jó van. Ezt ma szállítom le. Ó, oh, itt a vasút állomás, gyerekek, megérkezünk. Így vagy úgy, vasúton végig rángassam? Biztos jót tesz neki. De milyen izét hagy, gyerekek, ilyen nyomot, tök jó. A 82-es, tudja dolgát, szerintem ez egy... Mondjátok meg, akik így ismeritek a játékot, ma ott egy autó részlet. Egyébként itt egy csomó szerintem ilyen felfedezhető dolog van. Na, erre gondoltam, hogy itt ez végigmegyünk. Most ez belső részletben azért egy aranyos lehet így végigpattogni. A gyerekek, megcsináljuk akkor is ezt a küldetést. Hatodik, ha szakad. Hoppá, nem fogok tudni bevenni ott a beton. Ne varítsá! Nem is nagyon akar kimenni innen simbe, hallod? Na, de sikerült. Ezzel... már tudunk elni. Az MTZ lehet, de az U az... Nem biztos. Ne! Rombolható környezet! Meglátszik, hogy Peter nem nagyon maradt a... SnowRunner világába. Egyébként jó lesz, hogy az MTZ a... Ez lehet, hogy ezt nem kell átrángatnom itt. Tudjátok, hova kellene? Hátuljára kötnöm, és akkor hátra izéje lesz. Hát, hogyha átfordul. Ezt nem mondták, hogy itt nagyon jó állapotba kell hozni, nem? Most miért nem tudok kötni hátuljára, hiszen... Miért csak azt a fontra tudsz kötni, amit látsz? Nem úgy van, mint a izébe? Nem úgy, gyerekek, ez nem úgy van, mint a... Nem úgy van, mint a Swintiles-ben. Szerintem csak oda tudok kötni, amire rálát a éppen aktuálisra. Majd mindjárt megnézzük egy kicsit úgy oldalt. Nem tudok rá fogni, látod? Ez nem jó. Hurekán! Egyébként tök életű, hogy így
bemozog az egész. Ó, majdnem kitépem az első. Figyeljétek, az idejére kötöttem az első csatorról, rendesen nyúlik. Izé kell ebben mondani, tolólap gyerekek. Megpróbálunk egy messze, egy ilyen messzi rántást. Azt meddig érünk el? Aha. Aztán most ilyenkor szoktam ezt csinálni, hogy ugye visszatolatsz. Hagyjál neki! Nem jön át ez. LOL! Na jó van, szerintem ezt elengedjük. Jóra kellett volna vinni hátra. Kicsit megtörjük a gépet? Kíváncsi vagyok, hogy a törésmodell az mennyire jó. De a vizét azt itt szétfeszengette. Hármas csatorom, nézd meg, vagy a... Igen. Így össze-vissza van. Na, kicsit megtörjük a verdát, megnézzük, hogy a törésmodell az hogy működik. Hogy jó-e vagy nem-e, vagy mi történik. Gyerekek, az orsúlyunk belapult, mondjuk azt megnézném, hogy azok a vasak el... Azok a sonkák, azok így belapulnának el. Nem tudom valószínűleg. Egy ilyen felborítást megnéznék, hogy a kabin az belapul-e. Ugye ezzel nincsen bukókeret. Nem tudom, nálatok nem ezt szokták mondani, felég mindig izérek szokták mondani, nem is bukókeretnek, hanem borulásgátlónak. Mindjárt ledobjuk azon a sziklán, gyerekek. Fölmegyünk, azt ledobjuk azon a sziklán. Ó, azon a sziklán ott. Ezt megnézzük, hogy mégis mi történik velünk. Jó hosszú ez a rész, bocsánat érte. Viszont tök jó, mert elég nagy a hasmagasságom. A nagy hátsó kerék az azért hasznos tud lenni egy traktoron. Mindjárt ledobja a keeper itt. Mindjárt neki, na. Oh yeah! Konkrétan fejre esett. Most nézzük meg a sérüléseket, hogy mik történtek vele. Azért nem lesz ez rossz. Ugye úgy fordulok, hogy lássunk többet, mert pont a fény nem oda vetül. Hát az első sárvédőnk az itt szó szerint az ilyen tök jó összelapult. Ugye? Amit még láttam, a kabin az abszolút nem sérült meg. Viszont az eleje az megint szépen beorpadt. A lámpa is összelapult. Úgyhogy az egész jóra tűnik. Mennyire sérültünk meg? Nem nagyon sérültünk meg? Azt nézem, ugye ott baloldalt alul látni ugye a különböző sérüléseket. Hát a motor az amennyire megsérült. Lengés csillapító, váltó, meg a gumi az tökéletes még mindig. Vagyis a kerék. Ugye dobjunk még egyet. Nézzük, talán sikerül egy jobbat esnünk. Valamilyen kritériumok alapján kellene tesztelnünk ezeket a modokat. Úgyhogy ez a rész, ez csak egy ilyen próbafelvétel. Írjatok nyugodtan, hogy mit érdemes kipróbálni, hogy csináljuk. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ötleteitek lennének. Várjál, hogy kellene ezt ledobni? Egy oldalolást. Gyerekek, ez hatalmas... Úristen, ez hatalmasat esett most. És hát a kabin teteje az durván belapult, ott az üveg mellett be is látni, de ez tök jó. Nézzétek, nagyon kemény. Annyira elgörbült, beharpadtott, hogy kilátszik ez a merevítő, ez tök jó. Még jobban összeroncsolódott az eleje, a... Jézus, még a izei is szét van hajolva. Az első híd. Jó, gyerekek, nekem tetszik. Gyerekek, nekem tetszik. Meg vagyok véve. Jól néz ki az MTZ, tök frankó. Jól is működik. A törésmodellel azzal nem annyira vagyok kibékülve. De hát azért rongyára nem lehet ebbe a játékba törni a dolgokat. De egész szépen meg van csinálva az alja, és így a végére azért sikerült. Sikerült ezt is megtekintenünk. Na gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó. Gondoljátok, akkor írjatok tényleg tippeket, hogy milyen rész... Olyan jó néz ki, még mindig forog az első kerék, ugye? Ó, hát ez nagyon adja. Ja, írjatok, hogy milyen részeket néznétek szívesen, inkább modoltat, inkább nem modoltat, egy végigjátszást, vagy bármit. És akkor benne van a Keeper minden jóba. Sziasztok!